leveléből, az 5. fejezet 4. versétől kezdődően a 8. versig terjedő igeszakaszból, hogy miképpen szól hozzánk a mi Istenünk János első levelének 5. fejezetében. A 4. verstől a 8. versig terjedő igeszakaszban felolvasom, kérlek, hallgassátok figyelemmel és alázatos szívvel. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Foglaljatok helyet, testvérek! I read the passage from the first letter to John, chapter 5, from verse 4 until 8. So a passage from the first letter of John, chapter 5, from verse 4 until verse 8. A heidelbergi KT-nknak van egy érdekes kérdése. A 25. kérdést hadd idézzem. Mivel Isten lényegében csak egy, miért beszélsz mégis háromról, Atyáról, Fiúról és Szentlélekről? És a válasz az azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a három egymástól megkülönböztetett személy az egy valóságos örök Isten. Egy nagy titoknak a mélyére próbálunk tekinteni, hiszen ugye Szentlélek ünnepén nagyon határozottan jön elénk ez az üzenet, hogy Isten az miközben lényegileg egy, egységes Isten, mégis három személyben ismerhető meg, Atyaként, Fiúként és Szentlélekként. Így hát mindenképpen szembesülünk a Szent Háromság tanításával, a Szent Háromságnak a létével, és erre nézve egy nagyon nagy titok előtt állunk, hogy mi is ez a Szent Háromság. Nehezen lehet ezt megmagyarázni, nehezen lehet ezt megérteni, és én nem is fogok most dogmatikai magyarázatba bocsátkozni ezt illetően, nem ez a célom, hanem valami gyakorlati üzenetnek a megfogalmazása vezetett engem a készülésem során, és arra a kérdésre keresem együtt veletek a választ, hogy mi hasznom van abból, hogy én hiszek a Szent Háromságban. Hogy úgy hiszek az Istenben, mint Atyában, Fiúban és Szentlélekben. Egyszerűbben feltéve a kérdést, milyen a Szent Háromság hívő élet? Erre a kérdésre hadd keressük a választ együtt ezen az ünnepen. Milyen is a Szent Háromság hívő élet? Milyen gyakorlati következményei vannak annak, hogy így ismerem én az Istent? És erre nézve akkor hadd fogalmazok meg néhány üzenetet számotokra, és ezzel erősítse meg bennünket az Isten ezen az ünnepen. Először is, a Szent Háromság hívő milyen élet, az milyen élet? A Szent Háromság hívő élet az először is elsősorban Szent Háromság hívő. Elég furcsán hangzik ez a válasz. Na most, mint keresztjént, aki bánja bűnét és bízik Jézusban, Isten és közöttem az akadály elhárult Jézus halála és feltámadása által. Tehát Jézus halála és feltámadása által elhárul közöttem és Isten között az akadály. Jézus nélkül nincs út az Istenhez. Jézus nélkül nincs út az Istenhez. Viszont, hogyha a Szentlélek Isten ezt nem érteti meg velem, és nem vesz lakozást bennem, akkor én el sem tudok jutni az igaz Istennek az ismeretére. És nem is ébredhet hit bennem, ugye, ami aztán engem üdvözíteni tudna.
És hol lakik a Szent Lélek? Ugye erre a kérdésre adtunk választ a délelőtt, a Szent Lélek bennem lakik. A Szent Lélek bennem lakik, tehát óriási haszna az a Szent Háromság hitnek, hogy ezáltal a hitáltal, és a Szent Lélekbe vetett hitáltal különösképpen bele lettem vonva a Szent Háromságnak a közösségébe. Vagyis az egész életem egy trinitárius élet. Minden dicsőítésem, minden imám, minden szolgálatom a lélek által, Krisztuson keresztül az atyáé. Egész életem Szent Háromság hívő. Így érthetem meg legjobban az Istent, hogy Jézus utat készít nekem az atyához, és én ezt mind elhihetem a Szentlélek bennem elvégzett munkája által. És általa része lehetek ennek az isteni drága közösségnek. Aztán másodszorban a Szent Háromság hívő élet az egy szerető élet. Igazán szerető élet. Sokan azt mondják, hogy nincs igazán szükség ezekre a tanításokra, ezekre a doktrínákra, ezekre a dogmatikai tételekre, mint például a Szent Háromságról való tanítását. Minek ennyit bonyolítani ezt a kérdést? Van egy Isten, aztán annyi. És a lényeg egyébként is az, amit erkölcsileg levonhatunk ebből az egészből, a lényeg az, hogy szeretnünk kell egymást. Szeressük egymást, gyerekek, igaz? Ez a lényeg. Na de hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy ha nem tudod, hogy mi a szeretet, ha nem tudod, hogy ki a szeretet, ha nem tudod, hogy hol van a szeretet, akkor hogy a csodába fog szeretni? Ha nem ismered meg az igazi szeretetet. Mert igazi szeretet bennünk nincsen. És ezt nagyon fontos tudni, hogy bennünk igazi szeretet nincsen. Tele van a világ olyan pasikkal, olyan férfiakkal, akik lefeküsznek a barátnőjükkel, és ezt szeretetnek nevezik. Azt mondják, hogy ezzel mutatom ki, hogy szeretlek téged. Nos, hadd mondjam el, hogy ez nem egy Szent Háromságszerű szeretet. Ez egy sátáni szeretet. És erre a sátáni szeretetre vagyunk mi mindannyian képesek. Vagyis arra, hogy szeressük önmagunkat. Mindenek előtt önmagunkat. No de az Szent Háromságszerű szeretet, az a szeretet, ami Atya, Fiú és Szentlélek között jön létre. És ezért nagy ajándék, hogy mi így ismerhetjük az Istent Atyaként, Fiúként és Szentlélekként, mert így megismerhetjük az egymáshoz fűződő szeretetüket, szeretet közösségüket. A Szent Háromságszerű szeretet a másik jólétéért, megtisztelésére, a másikat szolgálva, a másikat ápolva történik, nem pedig a másik kihasználására. A Szent Háromság nem más, mint a tökéletes és teljes szeretet modell. Az tökéletes szeretet modell. A korai egyház atyák egy érdekes latin szóval írták körül ezt a szeretet közösséget, a Szent Háromság belül úgy nevezték ezt a szeretet közösséget, hogy perikorészis, ami azt jelenti, hogy körbe táncolni. Perikorészis azt jelenti, hogy körbe táncolni. Vagyis az egyházatyák úgy képzelték el az atya, a fiú és a Szentlélek közösség, a Szentlélek közösségében ezt a szeretetet, hogy az atya, a fiú és a Szentlélek így egy ilyen körtáncot lejt, körtáncban szeretik egymást. Milyen csodálatos, drága kép ez. És Isten kegyelméből azok, akik hisznek a Szent Háromságban, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségében, azok beléphetnek ebbe az örömtáncba, ebbe a körtáncba. Az Isten szeret minket, mi szeretjük őt, és együtt táncolunk vele. És ez az élet a Földön lényegében. Tehát a Szent Háromság hívő élet az egy szerető élet. Másodszorban, ugye? Harmadszor, a Szent Háromság hívő élet az egy közösségi élet. A bűneset előtt egyetlen egy rossz dolog volt ezen a világon, és ez micsoda? Mire mondta azt az Isten a teremtéskor, hogy nem jó? Mire mondta? Mindenre azt mondta, amit teremtett, hogy jó, igaz? Egy dologra azt mondta, hogy nem jó. Mire mondta azt az Isten? Azt mondja az Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Úgy van? Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát az Isten
A legjobbat akarja az embernek, és az Isten nem egy magányos Isten. Ugye éppen azért van Atya, Fiú, Szentlélek, mert hogy az Isten közösségi lény, az Isten közösségben él, önmagával is közösségben él. És hát ugyanezt a modellt akarja az ő gyermekeinek is. Ugyanezt akarja az ő gyermekei számára is. És ezért mondja az Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát a magány, a magányosság nem az Isten akarata. Miért? Azért, mert az Isten nem egy magányos Isten, hanem Isten maga a közösség. Maga a közösség. Atya, Fiú, Szentlélek. Egységben, tökéletes egységben, tökéletes közösségben. És ez az az élet, amit számunkra is elképzelt az Isten. Ezért járunk templomba, ezért nincs olyan keresztény élet, hogy ülök otthon és olvasom a Bibliámat, és azt hiszem, hogy hívő ember vagyok, és nincs kapcsolatom másokkal, ugye, akik hívő emberek. Az nem hívő élet, az nem keresztény élet, mert az nem közösség élet. Elszigetelődő, magányos keresztény élet nincsen, mert nem ez az Isten akarata. Akik a Szent Háromságban hisznek, azok hisznek a közösségben. Azok hisznek a közösség megtartó és tápláló erejében. Tehát harmadszor a Szent Háromság hívő élet az egy közösségi élet. Negyedsorban. A Szent Háromság hívő élet az egy teljesen átlátható élet. Áttetsző élet. Miért mondom ezt? Hát azért, mert az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek egymással szemben nincsenek titkaik. Vannak? Eltitkol valamit, és az Atya a Fiú elől? A Fiú az Atya elől? A Szentlélek az Atya és a Fiú elől? Nem rejtegetnek semmit sem egymás elől. Nem élnek kettős életet. Ugye egy igazsága, ahogy mi szoktunk, egy igazság a családnak, egy másik igazság a közösségnek, egyfajta élet, egyfajta magatartás, magaviselet a templomon belül, egy másik fajta élet a templomon kívül, mutatom a szépet a templomban, kint aztán elengedem magamat, attól függően, hogy milyen közösségben vagyok, és aztán jövök ide, vissza, és eltitkolom mindazt, ami kint történt velem a világban. És egész életemet arra helyezem fel, vagy úgy rendezem be, hogy tudjam eltakarni a szégyelnivalót, hogy tudjam eltakarni azt a tényt, hogy én egy kettős életet élek. Sajnos még a házasságaink sem arról szólnak, hogy nyitott életet élnek egymással a férj és a feleség, hogy nincsenek titkaik. Még a legkomolyabb, legszorosabb szeretett közösségbe is beszüremkedik a titkolózás. Az, hogy elrejtünk egymás elől valamit. Van ilyen a Szent Háromságon belül? Vannak titkai az Atyának és a Fiúnak? Vannak egymás előtt elrejtegetett dolgaik? Hát hogy lennének? A Szent Háromság egy teljesen nyitott és őszinte átlátható közösség. És erre a nyitottságra, erre az őszintességre, erre az átláthatóságra, erre az áttetszőségre hívott el bennünket is az Isten. Hogy egy ilyen közösségben éljünk, hogy így osszuk meg egymással az életünket, hogy ne legyenek titkaink egymás előtt. Erre szeretne nevelni bennünket a Szent Háromság Isten. Tehát negyed sorban a Szent Háromság hívő élet az egy átlátható élet. Aztán ötödjére a Szent Háromság hívő élet az egy alázatos élet. Honnan gondolom ezt? Hadd kérdezzem meg, hogy hallottál-e arról, hogy Jézus bármikor irigykedett volna az Atyára, hogy vele többet foglalkoznak? Vagy a Szentlélek feláll és protestál, amikor mi egyébként Jézus nevét dicsőítjük a legtöbbször, nem? Tehát, hogyha úgy összevetjük úgy összességében azt, hogy kiről mennyit beszélünk, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, akkor a Szentlélek nyugodtan mondhatná, hogy hát velem miért nem foglalkoztok éppen annyit, mint a Fiúval, vagy az Atyával. Nincs ilyen. Tehát a teljes tisztelet, szeretet, önzetlenség példája a Szent Háromság. Jézus is állandóan az ő tanítása során mindig azt hangsúlyozta, hogy ő neki az a dolga, az a feladat, hogy azt tegye, ami az Atyának az akarata, ugye? Ugye? Teljesen alávetette magát az Atyának. Alázatban élt. És ez arra tanít bennünket, hogy örvendjünk annak, hogy nem a miénk a dicsőség, hanem az Istené a dicsőség. És hogy az élet nem csak rólunk szól,
hanem másokról is szól az élet. Ahogy Jézus mondotta, amikor elveszítjük az életünket, akkor találjuk meg igazán azt. Tehát egy alázatos élet a Szent Háromság hívő élet. Hatodrendben a Szent Háromság teljesen alárendelt élet. Szent Háromság hívő élet, ez egy teljesen alárendelt élet. Vagyis a fiú engedelmeskedik az atyának, bár tökéletesen egyenlő vele. Nekem az a dolgom, hogy azt tegyem, ami az én atyámnak az akarata, mondja Jézus, és tökéletesen aláveti magát az atya akaratának. A Golgotára készülve, a Gecsemáné kertben azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a keserű poharat, mindazonáltal ne úgy legyen, képzeljétek, egy tökéletesen egyenlő Jézus az atyával, a fiú az atyám, és azt mondja, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te akarod. Mennyire jellemző ez a mi életünkben, hogy alá tudjuk vetni magunkat a feletteseinknek, akiket az Isten fölénk helyezett. Hányszor jellemzi az az életünket, hogy igen, hogy engedelmesek vagyunk a szüleinknek, igaz? Odafigyelünk a tanárainkra, engedjük, hogy a főnökünk vezessen bennünket, engedjük, hogy a lelkészünk megmondja azt, hogy mi a feladatunk, mi a dolgunk. Ugye, hányszor jellemző reánk ez? Pedig azt mondja az ige, hogy engedelmeskedjetek ezeknek az embereknek, akiket fölétek helyezett az Isten, engedelmeskedjetek nekik az Istennek a félelmében. Nem mindig fognak jó döntéseket hozni. Ha tévednek, akkor nyilván nekik az a feladatuk, hogy megtérjenek. De ha Istent hordozzák közöttetek, elöljáraitok, azok, akiket fölétek helyezett az Isten, akkor engedelmeskedjetek nekik. Érdekes módon Jézus mindig oda ment, ahova az atya küldte. Azt tette, amit az atya mondott, és örömmel tette ezt. Tehát hatodsorban ugye a Szent Háromság hívő élet az egy alárendelt, engedelmes élet. És végül hetedrendben a trinitárius élet, a Szent Háromság hívő élet az egy boldog élet. Ha ma azzal jöttem volna közétek, hogy az Isten egy savanyú képű öreg úr az égben, akkor faragott képet készítettem volna róla, egy hamis képet mutattam volna be nektek róla. Jegyezzétek meg, ha van boldog lény ezen a világon, ha van boldogság, akkor az az Istennél van. Ezen a világon, ebben a világmindenségben senki sem boldogabb az Istennél. Tehát ha Istenre gondolunk, tehát egyébként is nagyon-nagyon óvatosan kell bánni az ilyen kijelentések, hogy az Istent megszomorítjuk, hogy az Isten szomorú, az Isten kesereg. Mert hogy az Isten nem szomorú. Az Isten nem tud szomorú lenni. Az Isten tökéletes boldogságban él. És tudod, hogy miért? Tudod, hogy miért? Azért, mert a Szent Háromságon belül nincsen bűn. Nincsen féltékenység, nincsen konfliktus, nincsen tiszteletlenség, nincsen hazudozás, nincs rejtegetőzés, nincsen vádaskodás. Csak szeretet van. Tiszta szeretet, tökéletes egység, kiváló kommunikáció, tökéletes vonzalom, imádat és kötődés. Ez van a Szent Háromságon belül. És ha egy kapcsolatból kivonod a bűnt, ha egy életből kivonod a bűnt, akkor megvan a boldogság. Ha ebből a vegyületből kivonod a bűnt, ebből az életből kivonnád a bűnt, ha mi tudnánk bűntelen életet élni, akkor lennénk tökéletesen boldogok. És ez az örökké való életnek az ígérete, ez a tökéletes boldogság, amihez azt fűződik, hogy ott nem lesz fájdalom, nem lesz nyomorúság, nem lesz könny, nem lesz félelem, nem lesz bűn. Ez a tökéletes boldogság. És mindezt az Isten a Szent Háromságon belül mutatja be. Tehát ő a legtökéletesebben boldog lény ezen a világon. És tudjátok mi? A bűneink azok szomorítják az Istent. Végül is tényleg szomorítják az Istent, mert ahol belép a bűn, ott valóban van szomorúság. És azt szeretném mondani, hogy jó,
bennünket is jó, hogyha szomorítanak a bűneink. De a tökéletesen szerető és tökéletesen boldog Szent Háromság úgy döntött, hogy megszabadít minket a bűneinktől. Ezért az Atya úgy döntött, hogy elküldi a fiút. És a fiú beleegyezett, hogy eljöjjön, beleegyezett abba, hogy emberként éljen, meghaljon és feltámadjon. És a Szentlélek is eljött, hogy velünk legyen, és munkálkodjon bennünk. És ma éppen ezért te és én azt a hatalmas lehetőséget kaptuk, hogy elforduljunk a bűntől, hogy azt mondjuk, hogy nemet mondunk a bűnre, és megbékélünk az Istennel, mint Szent Háromság hívő emberek, akik megtapasztalták és megélik ezt az életet, amelyikről mit mondtunk, hogy milyen a Szent Háromság hívő élet? Hát egy szerető élet, egy közösségi élet, egy átlátható élet, egy alázatos élet, egy alárendelt élet, és mindenek fölött boldog, boldog, boldog élet. Hát kívánom, hogy ez így legyen, és hogy tapasztaljuk meg valóban azt, hogy a Szent Háromság Isten közösségében az ő bűneinket befedező szeretet által mi magunk is egy boldog életre vagyunk elhívva. Legyünk ilyen hívő emberek, higgyük ezt, és ez alakítsa az életünket. Amen.